Ezen az ábrán négy egybevágó téglalapot látunk. Az első téglalapot osszuk el két egyenlő részre, színezzük be az egyik felét. A téglalapnak beszíneztük az egy-ketted részét. Második téglalapot osszuk el négy egyenlő részre, színezzünk be ezekből az egyenlő részekből kettőt, téglalapnak a kettőnegyed részét színeztük be, de látszik az ábrán, hogy ez ugyanakkor a darab, mint az első esetben. Most osszuk el a következő téglalapot 8 egyenlő részre, ezekből az egyenlő részekből színezzünk be 4-et, téglalapunknak 4/8-át színeztük be. Itt is látszik, hogy ez a darab ugyanakkora, mint az első két esetben. Most osszuk el a következő téglalapot 16 egyenlő részre. Ezekből a részekből színezzünk be 8-at. Beszíneztük a téglalapnak a 8/16-át. Az ábrán látszik, hogy mindegyik esetben ugyanakkora darabokat színeztünk be. Hogyha ugyanakkor a részt több kisebb egyenlő darabból állítunk elő, akkor bővítésről beszélünk. Hogyha ugyanazt a részt kevesebb, nagyobb egyenlő darabból állítunk elő, akkor pedig egyszerűsítésről beszélünk. Most nézzünk példát a bővítésre és az egyszerűsítésre is. 3/4 törtnek, a számlálóját szorozzuk meg 2-vel, majd a nevezőjét is szorozzuk meg 2-vel. Tehát a 3/4-nek 2-vel bővített változata 6/8 lesz. Most bővítsük a 3/4-et 3-mal, tehát a számlálót is szorozzuk meg 3-mal, 3x3 az 9, nevezőt is szorozzuk meg 3-mal, 4x3 az 12. Most bővítsük 4-jel, 3x4 12, 4x4 az 16. És bővítsük 5-tel, 3x5 15, 4x5 az 20. Nem muszáj mindig az első törtből bővíteni, most a 15/20-ot bővítsük tovább 10-zel, 15x10 az 150, 20x10 az 200. 150/200-ot bővítsük 3-mal, 150x3 az 450, 200x3 az 600. 450/600-ot most egyszerűsítsük 150-nel, tehát számlálót és nevezőt is osszuk el 150-nel, így megkapjuk az eredeti törtet, tehát 450-ben a 150 az 3-szor, 600-ban a 150 az 4-szer, tehát visszakaptuk az eredeti 3/4-et. Nézzünk egy másik példát, a 20/30-ot egyszerűsítsük. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy számlálót és a nevezőt is ugyanazzal a számmal elosztjuk. Mivel a 20-ba és a 30-ba is megvan a 2, hát osszuk el 2-vel. 20-ban a 2 megvan 10-szer, 30-ban a 2 megvan 15-ször. Most egyszerűsítsük a 10/15-öt tovább. Az 5 az megvan számlálóba és nevezőbe is, 10-ben az 5 2-szer, 15-ben az 5 3-szor. Tehát megkaptuk az egyszerűsített változatot, ami 2/3. Nézzünk még egy példát. Most egyszerűsítsük a 20/30-ot úgy, hogy a 20-nak és a 30-nak a legnagyobb közös osztójával egyszerűsítünk. Ez a 10 lesz, 20-ban a 10 megvan 2-szer, 30-ban a 10 megvan 3-szor, tehát ismét 2/3-ot kaptunk. Ezekben a példákban törteknek a legegyszerűbb alakját keressük. Ilyenkor a számlálónak és a nevezőnek a legnagyobb közös osztójával egyszerűsítünk, akkor megkapjuk a törtnek a tovább nem egyszerűsíthető alakját. Hát 6/8-ad, 6-nak és a 8-nak a legnagyobb közös osztója a 2,
6 van a 2, 3-szor 8 van a 2, 4-szer van meg, tehát 3 negyed. 14-nek és a 28-nak a legnagyobb közös osztója a 14, 14-ben a 14 megvan 1-szer, 28-ban a 14 megvan 2-szer, tehát a keresett tört az 1-2-ed. A 8-nak és a 12-nek a legnagyobb közös osztója a 4, 8-ban a 4 megvan 2-szer, 12-ben a 4 megvan 3-szor, tehát a keresett törtünk 2 harmad. 12 15 12-ben a 3 megvan 4-szer, 15-ben a 3 megvan 5-szer, tehát a keresett tört 4 5 21 18 21-ben a 3 megvan 7-szer, 18-ban a 3 megvan 6-szor, tehát a keresett tört a 7 6 mivel nagyobb a számláló, mint a nevező, ezért vegyes számalakba is átírható, tehát ez egyenlő 1,1-dal. 120-140, 120-ban a 20 megvan 6-szor, 140-ben a 20 megvan 7-szer, tehát 6 heted. Vegyes számok esetében az egész rész ugyanúgy leírható, tehát 3 egész, 10-ben a 10 megvan 1-szer, 20-ban a 10 megvan 2-szer, tehát 3,1-2-ed. 5,69-ednél ez 5 egész ugyanúgy leírható, 6-ban a 3 megvan 2-szer, 9-ben a 3 megvan 3-szor, tehát 5,2-harmad. 8,12-20-ad, 8 egész ugyanúgy leírható, 12-ben a 4 megvan 3-szor, 20-ban a 4 megvan 5-ször, tehát 8,35-öd. Ezekben a példákban az egyszerűsítés, illetve a bővítés segítségével tegyük egyenlővé következő törteket. 24-20-ot egyszerűsítsük, 24-ben a 4 megvan 6-szor, 20-ban a 4 megvan 5-ször, tehát 6-5-öd. 24-20-ot 2-vel bővítsük, 20-szor 2 az 40, 24-szer 2 az 48. 48-40-et egyszerűsítsük, 40-ben a 10 megvan 4-szer, tehát 48-ban a 4 az 12. 12-10-et bővítsük, 12-szer 3 az 36, 10-szer 3 30. 36-30-at egyszerűsítsük, 30-ban az 5 megvan 6-szor, 36-ban a 6 megvan 6-szor. 6-5-5 bővítsük, 6-szor 8 az 48, 5-szor 8 az 40. 2-3-ot bővítsük, 2-szer 15 az 30, 3-szor 15 az 45. 2-3-ot ismét bővítjük, 3-szor 2 az 6, 2-szer 2 az 4. Most a 4-6-ot bővítjük, 4-szer 4 az 16, 6-szor 4 az 24. Következő törtet a 2-3-ot bővítésével tudjuk meghatározni. 3-szor 3 az 9, 2-szer 3 az 6. 6-9-edet bővítjük, 6-szor 20 az 120, 9-szer 20 az 180. A 6-9-edből bővítjük az utolsó törtet, 6-szor 6 az 36, 6-szor 9, 54.